Kalocsán bekísérték a választókat a szavazófülkébe, és több szavazólap volt, mint szavazó. Fülvig Géza, a Fidesz KDNP polgármester jelöltje, csupán 23 szavazattal győzött kalocsán. A második helyezett Bagó Zoltán lett, aki a Kaló Lokálpatrióta Egyesület képviseletében indult. Bagó választási csalás miatt a választási bizottsághoz fordult, mert bizonyítékai szerint több olyan szabálysértés is történt, ami befolyásolta a végeredményt. Többször előfordult például, hogy ugyanazon szavazófülkében egyszerre többen, akár négyen is tartózkodtak egyidejűleg, írták bagójék a kifogásukban. Több analfabéta választópolgár érkezett ugyanis a szavazókörbe, akiknek a szavazásban a szavazatszámlálási bizottság elnöke egyedül nyújtott segítséget. A kifogás szerint a bizottság elnöke a bizottsági tagok kifejezett figyelemfelhívása ellenére sem engedte, hogy mások is segítséget nyújtsanak a választópolgároknak. Állítása szerint az a szabályszerű eljárás, ha egyedül ő segít az írni-olvasni nem tudó szavazóknak. A bizottsági tagok jelezték a jegyzőkönyvvezetőnek a jogsértéseket, de ezeket kérésük ellenére sem jegyzőkönyvezték. A szavazólapokkal sem stimmelt minden kalocsán. Egy tanú elmondása szerint a szavazatszámlálás során volt egy olyan lebélyegzett polgármesterválasztási szavazólap, amely üres volt. Ekkor a szavazatszámlálási bizottság elnöke azt javasolta, hogy ezen az üres szavazólapon mi, többi SSB tag tegyünk egy érvényesnek látszó szavazatot majd arra a jelöltre, aki a szavazatszámlálás legvégén a legkevesebb szavazatot kapja. Az eset kapcsán megkérték a jegyzőkönyvvezetőt, hogy rögzítse egy rendkívüli jegyzőkönyvben az elnök súlyosan szabálytalan kérését, ezt azonban a jegyzőkönyvvezető elutasította. De akadt más furcsaság is. A szavazatok összeszámlálása során a számláló bizottság észlelte, hogy egyel több szavazólap lett felhasználva, mint a megjelent választópolgárok száma. A szavazatszámlálás során pedig egy borítékban két darab lebélyegzett szavazólapot talált a bizottság, amelyeken dr. Filvig Gézára leadott érvényes szavazatok szerepeltek. Bagó Zoltán, a Kaló Lokálpatrióta Egyesület jelöltje, ezek miatt a szavazatok megsemmisítését és új polgármester választást kért.